mit lehet tenni, ha vadonatúj telefonszámán hívják ismeretlenek. Vagy egy másik ember banki ügyleteiről kap folyamatosan információkat. Éva története következik. Körülbelül másfél évvel ezelőtt vásároltam egy telefontársaságnál egy telefont, újat, új volt a készülék, és kaptam hozzá egy másik számot, mert a régit nem tartottam meg, mivel hogy előfizetéses telefont vásároltam. Majd körülbelül egy olyan 3-4 hónapra rá, hogy megvettem a készüléket, kezdtek eljönni ilyen SMS-ek, hogy készpénzfelvét, sikertelen készpénzfelvét több banki társaságtól, és akkor én azt hittem az először, hogy olyan biztos tévedés, majd abba hagyják. Hát nem hagyták abba, ez így ment. Majd egy idő után fölhívtam a telefontársaságot, kértem tanácsot, hogy mit tudnánk csinálni, mert hogy egyik társaságnál, illetve egyik banknál se vagyok ügyfél, és hogy hogy jönnek ide az SMS-ek. Megkerestük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, ahol érdeklődésünkre közölték, hogy az előfizetői hívószámot a szolgáltatók jellemzően 6 hónapos pihentetési idő után rendelik más előfizetőkhöz. Az ügyfél szolgálaton a hölgy azt tanácsolta, hogy hívjam fel a bankot, vagy menjek be személyesen, mert nagy valószínűséggel, hogy ott történhetett az, hogy elütöttek egy számot, és azért véletlenül kaphatom az SMS-eket. És akkor körülbelül egy hétre rá én fölhívtam a bankot is, akinél feltételezhetően az illető ügyfél. Az SMS-ből megtudtam a kártyaszámot, valamint, hogy melyik banknál illetékes az ügyfél, és akkor így fölhívtam az illetékes bankot, és elmondtam nekik, hogy mi a problémám, és először nem reagáltak, majd aztán fölhívtam másodszor is, szintén, és akkor azt mondta az ügyfél fogadással foglalkozó hölgy, hogy fognak intézkedni, de ez idő. Az értesítő SMS-ek Éva telefonjára azóta is havonta több alkalommal érkeznek. Ezek alapján már egy szűk leírást is képes adni a számla tulajdonosról. Minden hónapban jönnek az SMS-ek, többnyire az első két hétben, tehát az első felébe a hónapnak, ezért is feltételezem, hogy vagy eselévő anyuka 3 gyerekkel, mert ugye a családi pótléknek az összege körülbelül azt haladja meg, illetve hát 8 és 10-e között ugye vagy a gyest kaphatja meg, vagy pedig a fizetését. Most szerintem meg volt lepődve, nem tudta ezeket az összegeket levenni, amit ő még azt gondolt, hogy rajta van, mert nagyon sokszor próbálkozott pénteken is, szombaton is olyan összegeket levenni a kártyáról, amiről ő szerintem azt gondolta, hogy rajta van, de nincs. Éva szerint a bankszámla tulajdonosát hajdúböszörményben kell keresni, ugyanis az itt található ATM-ből vesz fel rendszeresen készpénzt. Tudom a kártyaszámot, tudom az összes pénzmozgását, azt is, hogy hajdúböszörményi illetőségű, 3 gyereke van, tehát biztos, hogy 3 gyereke, ez majdnem biztos, hogy 3 gyereke lehet, mert a családi pótlék körülbelül olyan összegbe jött így most pénteken. Ezen információk birtokában felkerestük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, akit arról kérdeztünk, mennyire tartja aggályosnak az alábbiakat. Nem is csak adatvédelmi szempontból érdekes, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy banktitok szempontjából is érdekes ez az ügy, hiszen olyan személy kap banki információkat, aki erre nem jogosult, hiszen semmi köze a számla tulajdonoshoz. Az egész úgy indul, hogy újraosztják a telefonszámokat, tehát ez nyilván egy lehetőség. Azonban, aki a telefont visszaadja, annak illet volna jeleznie a pénzintézet felé, hogy már nem az enyém ez a szám. A szolgáltató viszont, hogyha oda mennek egy problémával, hogy kapok olyan adatokat, amelyre nem vagyok jogosult, akkor a szolgáltatónak illet volna értesíteni a pénzintézetet, hogy újraosztottam a számot, tehát adni egy igazolást. A pénzintézetnek pedig azonnal fel kellett volna függesztenie ezt a tevékenységet, hiszen zárolhatta volna ezt a szolgáltatást, és ő tudja megkeresni csak a számla tulajdonos, hiszen nála vannak az adatok, illetve ő jogosult és kötelezett is arra. Tehát itt elszenvedő nyilván az, aki kapja
az információkat, amelyeket, még egyszer mondom, lehet, hogy banktitoknak minősülő információk, de leginkább a pénzintézet a ludas a dologba, hiszen ő nála van meg a számlatulajdonosnak az elérhetősége, tehát a jelzés után azonnal kellett volna megkeresnie a számlatulajdonos, és a szolgáltatónak sem lepattintani kellett volna az új szerződő felet, hanem kvázi kiadni neki egy igazolást, vagy a pénzintézet felé jelezni, hogy már más a telefon számnak az ügyfele, és nem az, aki korábban volt. Az elnök úr szerint ez egy olyan jogellenes adattovábbítás, amely bírságolható is. Bírság összege az éves árbevételhez igazodik, tehát ez nem játék. Itt az, amit még korábban esetleg rossz szokásként megszoktak a... Tehát nem mondom, hogy pénzintézet, mert szerintem nagyon sokan, hogy lepattintjuk az ügyfelet, az komolyan szankcionálható lesz, hiszen személyes adatok sérültek. Jó, nem is gondoltam, hogy én visszaélek, vagy bármi, de szeretnék ebbe segítséget kérni, hogyha lehet, akkor ez szűnjön meg. Akár a bankok részéről, akár a telefontársaság részéről, tehát valaki lépjen ebben az ügyben, hogy mit tudunk csinálni, mert most már közel egy éve jönnek az SMS-ek rendíthetetlenül. Igaz, hogy a telefontársaság arra hivatkozott, hogy én ezért nem fizetek, de hát könyörgöm, hát ez egy nem válasz. Tehát ez nem válasz arra, vagy ugye rányomjuk a bankra. A bank meg azt mondja, hogy intézkedünk, csak folyamat. De mennyi? Tehát mennyi? 3-4 év alatt én azt gondolom, hogy utána lehet nézni egy ügyfélnek, és hogyha nem akarják, hogy esetleg mi találkozzunk, vagy mi kapcsolatba kerüljünk, ám legyen, de legalább akkor az ügyfelet keresse föl a bank, hogy bocsi, tévedés történt, eddig ennek a hölgynek küldtük, de nem ért vissza, nem történt vele semmi visszaélés, stb. És akkor mit tudom én esetleg kárpótolni a hölgyet, mert ő nagyon sokat fizet azért, hogy ugye többször több automatánál akar pénzt kivenni, és nincs infója, hogy mennyi van a számláján, úgyhogy ezt szeretném.